Tehát nem kapcsolatom be magát az erősítőmet. Na hát, hölgyek, urak, van-e valami izgalmas kérdésetek, hogy ne csak onnan kérdezzenek, hanem esetleg nektek van valami felmerült kérdésetek. Itt volt a szünetben egy érdekes kérdés, hogy a protonok a saját elektronjukkal tényleg össze vannak-e kötve. Mondtam, hogy igen, mert ez egy alapvető, mert a protonokat az elektronok keltik, és fordítva az elektronok a protonokat, a protonok az elektronokat. Tűnik ez egy ilyen recirkulált folyamat, hogy a keletkezési folyamat az elektronben alapvetően neutronok keletkeznek. A neutronok belsejében ott van az elektronjuk, és körülveszi egy proton. De benne, és ezért semleges, kifele semleges. Na most, hogyha fénnyel tömködöd ezt a neutront, tehát fény megy bele, akkor egyszer csak olyan gerjesztett állapotba hozod a neutront, hogy már ez az elektron kívül jelenik meg az elektronon, és a protonon, és az őrült sebességgel forgó interferencia karok elkezdik forgatni az elektront a proton körül, lesz egy hidrogénatom. És igazából az univerzum ebből áll. Tehát a nehéz elemek is ebből állnak, hogyha meggondolod, neutronokból, protonokból, meg elektronokból. Ebből áll. Gerjesztett neutron, vagy nem gerjesztett neutron, így is fel lehetne fogni akkor a világot. Ugye, mert hogyha összerakod, akkor az összes atom neutronokból, protonokból, elektronokból állna. Jó, van egy csomó olyan atom alatti, meg atom feletti részecskék is vannak még, amik nehezebbek a mondjuk a neutronnál, vannak olyanok is, meg vannak, amik könnyebbek, és ez egy sorozat. Mondjuk a neutron is egy sorozat, mert vannak a neutrinók, a tau, muon, elektronneutrinók, tehát vannak a kisebb neutronocskák, az egy neutrino, az egy ilyen kisebb, olaszos kisebbítő képző. Egyébként fotinók is vannak, sőt, csak azok vannak. Olyan foton, amit a fizikusok képzelegnek, olyan nincs. Olyan szerintem nincs. Hanem sok-sok fotinó keletkezik és árad ki egy atomból, és ezeknek az összességét nevezhetem én annak, amit fénynek látunk. A kvarkok azok a protonok belsejében, vagy a neutronok belsejében a keletkezés során keletkező csomósodások. Ezt kimutatták, ez tényleg ott van, a Bibliában is ott van, úgy hívják őket, hogy a termések és gyümölcsök. Tessék megkeresni, a szövegben megvan. A termések és gyümölcsök, amik lehullnak, mert hogy a proton keletkezik bentről kifelé, egy elektron van a közepén, ez aztán létrehoz maga körül egy ilyen bonyolult, négy nagy fa van, meg kisebbek is, négy nagy ilyen faszerű elágazó rendszer van, és a faszerűen elágazó rendszer elér egy felszínt, de igen, de közben egyre jobban visszakanyarodik a fának, ezek tahilok igazából, tűzelemek, ezek egyre jobban kanyarodnak így kifelé, meg lefelé is, és amikor egyszer csak elkezdenek visszafelé menni, akkor már szembe jön nekik a vízözön, szembe jön nekik az a valami, ami az ő létüket szünteti meg. Méghozzá azért szünteti meg, mert ők látomások, mint hogy az egész világegyetem. Tehát ezek látomások, tehát az időben elcsúszott látomások, olyan, mint egy tükörkép. Te nem vagy a tükör mögött bent, de ott látod magad, és még meg is győzöd magad, hogy ott fésülöm a hajamat. De közben nincs ott semmi, túró van. Tudom a macskám, hogy föl volt dúlva, leraktam neki a tükröt, és akkor tetszett neki, hogy nézegette, rájött a tükörbe magára, és akkor hogy fölismert, hogy az ő. De hát fölismert, hogy az ő, és akkor ott bóckodott a tükör előtt a macska, marha jó volt, kis macska volt. Játszani is próbált vele, meg minden, az egy másik macska, lehet vele verekedni, de mindig beleverte a fejét a tükörbe, és akkor az nem volt jó. És akkor rájött arra, hogy mögé nézett a tükörnek, hogy hol az a másik macska, hogy agyonütöm ezt a macskát, de nem volt ott semmi. Tehát ez ugyanolyan látomás. A világegyetem tulajdonképpen Isten álma. És ezt már mondták előttünk pár ezer évvel, csak senki nem érti, hogy mi az, hogy álmodik, meg álmos, meg Isten, meg hülyeség. Ja jó, hát bogárkám,
ha egyszer értenéd a világot, akkor nem hőzöngenél, hanem elkezdenél ezen gondolkodni, hogy hogy is működik, hogy van megcsinálva. Mindenki jön, tehát minden működő, amit én elmondok, higgyétek el, hogy 50 év múlva már mindenki fogja mondani. 50 év múlva. Akkor már mindenki mondja. Most még ez annyira nem normális. Én jártam a jövőbe, ez egy baromság, ugye, ez ilyen nincs, nem létezik, de én jártam. És 25 éve, de nem azt jelenti, hogy én ettől kezdve mindenkinek tudom az életét, arról sem tudom, most se tudom. Érted, hogy azt sem tudom, hogy hívják egy csomót, hanem hogy az életét elmondjam, hát honnan tudnám. Mert azt hiszi, hogy járt a jövőbe, akkor el tudom mondani. Igen, azt el tudom mondani, amit láttam. Tehát ami megtörtént előtte, mint történelem, azt el tudom mondani, hogy ez volt, az volt, az volt, és ezekből egy csomó minden bejött, de nem minden. Nagyon érdekes, nem jött be minden, de nagyon sok minden bejött. Előre elmondtam, hogy milyennek láttam, és az olyan lett. De hogy ez se jön be mindig. Na tehát keletkezik ez a látomás, és visszakanyarodik magához, és akkor a víztípusú létezési hullám, az jön, az a királylánynak a hulláma, jön vele szembe, és ameddig ő a saját múltjába tud menni, addig ő létezik, de amikor már nem tud a saját múltjába menni, akkor ő eltűnik a létezésbe. Eltűnik. Nem átalakul energiával, meg nem egyszer eltűnik a létezésből, az egy időforrás, olyan, mint egy tükörkép, kimegyek a tükör előtt, eltűnök a tükörből. Mert elmentem a tükör elől, és akkor most már nem látszok a tükörben. Így tűnik el. De nem is voltam mögötte, na a világ sincs mögötte. Tehát minden csak egy látomás, olyan, mint a tévén a kép, egy nagy lapos palacsinta, ott van neked, és látod rajta a filmet, de abban sincs zenekar, meg nincs. Nincs. És te oda képzelhetsz, és átélheted a színdarabot, és pofán meheted, olyan, mint a színház előtt pofán vered a színészt, a negatív főszereplőt. Oda mész, és jó, pofán csapott, hogy miért bántottad ezt a nőt, te szemét vagy, bum! És akkor jól betakarod a színház előtt a színészt. Akkor egy hülye vagy, érted, de ez jól játszott. Lehet, hogy ez neki dicséret, hogy baromi jól játszottam, még pofán is vágtak miatta. Úgyhogy, ha van egy kis humorérzéke, akkor én erre gondol, de hát ez a valóság. Jajaj, hallgatói kérdés. Ha a térkvantum 6-os szimmetriájú, a fénykvantum 8-as sorozat, ez lehet 10-12, vagy épp 4-es, vagy 2-es. Nem tudok ilyenekről. Lehet, hogy van, de én nem tudok róla. Nem tudom. Próbáld ki, szerkesztél ilyet. Nagyon egyszerű. Hát még a téridőt megszerkeszteni sem lesz olyan egyszerű, de azt még megtudom. De amikor már hát ezeket fogod szerkeszteni, akkor azért lesznek problémáid, ugye. Térbe kell szerkeszteni ráadásul, nem síkba. Hát, tehát térbe szerkeszteni sem olyan egyszerű. De meg lehet csinálni. Meg lehet csinálni. Hát számítógép nélkül kicsit nehéz lesz. De szerintem nincsenek ilyenek. Nagyon érdekes volt, mert onnan tudtam, hogy én jófelé kaparászok az elméletekkel, meg a gondolatokkal, hogy beszéltem a nagyfőnökkel, az a nagyfőnökkel, és akkor mondom, elmondanád nekem a fénykvantumot? Azt mondja, el. Szóval melyiket? A 6-ost vagy a 8-ast? Érted, miért volt ez jó? Kiderült, hogy ez a kettő van, és hogy én ezt a kettőt meg is írtam a könyvembe, és akkor én azt mondtam, hogy há, betaláltam a Betlen közepébe, hát gyerekek, hát megvan. Hát ez a ilyen kétféle fénykvantumról beszél az öreg. Na de mi a lényeg, hogy az, akin keresztül én beszéltem, az nem tudott erről egy büdös kukkot sem. Mert egy médiumon keresztül beszéltem a főnökkel akkor, de ez nem tudott erről egy szót sem. És mégis nagyon jól elmondta. És valóban az emberiségnek a tudásában ezt meg lehet találni. Tehát nagyon-nagyon sok helyen megvan. A 8-as fénykvantum az éppen a pápának a mennyezetén van, ha megnézed a hálószobájának a mennyezetén. Ilyen van, ilyen 8-as. Vagy a Corvin moziban volt ilyen, nem tudom, én már nem voltam a Corvin mozinak az új állapotában, ott nőttem fel ugyan, de ebből az átalakítottban még nem jártam sose. Ott volt a mennyezeten ilyen boltíves volt a mennyezet, és azon ilyen nézet, és ilyen mindegyik nézet oldalán volt egy ilyen kis félkörívecske. Ilyen dekoráció volt, és mindegyik közepén volt egy villanykörte, ilyen volt a dekoráció, az a fénykvantum. Ugyanilyen van a pápa mennyezetén, nagyon érdekes. Tehát gyerekkoromban már jártam moziból, ilyen volt a mennyezetén, mint a pápának álomszobájában. Nagyon érdekes volt. És hát én ott nőttem fel a Corvin mozi
közelében, meg oda jártam iskolával, a Koriumhoznak a tetejét láttuk a suliból. Tehát, mert ott volt mindjárt mellettünk. Úgyhogy, és ott a legnagyobb lövöldözés is ott volt, ami csak létezik itt Budapesten mostanában, hát az én életemben. Igen, csak komoly csindadratta volt, hogy nehéz tüzérséggel is lőttek minket, úgyhogy volt minden. Úgyhogy láttam én mindent. Nem kell nekem elmenni valahova, hogy csatát lássak, volt benne részem, bőven. Tehát ilyenekről én nem tudok, bár feltételezgetni mindenféléket lehet 112-es fénykvantumot is kitalálni. Nem jó, mert 113-os, szóval lehet ezen vitatkozni, de nincs ilyen, nem tudok. Bár a földön kívülieknek vannak olyan fény kinézésű liftjei, meg egyebei, úgyhogy még nem tudjuk. Azért jelentem, hogy kezdse 100%-ig, mert vannak nekik olyan liftjei, amivel tárgyakat tudnak mozgatni. Tehát vonósugár. Megvan az kifikve ez a vonósugár. Na ugyanilyen, tényleg van a fizikai gyakorlatban, tehát hogy megfogja és fölemel vele egy autóbuszt, vagy akármit. Úgy mész az úton, a kocsiddal egyszer csak így repülsz fölfelé, és behúzza az UFO-ba, becsukja alattad az ajtót, és te ott vagy bent kocsival, kocsistól, lovastól bent az UFO-ba, ami egy akkora nagy hodály, hogy csak nézel, mit tudom én, mert 200 méter nagy. Tehát akkora, mint egy sportcsarnok, és bent állsz a közepébe a kocsiddal. A motorod nem megy, mert 4D-s állapot van, ugye arról már beszéltünk, ott az elektronok nem működnek. Milyen kocsi menne ott? Sűrített levegős is menne, és mi? Milyen? Lovas kocsi, az nem megy. Szóval belső égési robbanást azt nem elektromos szikrával, más szikrával. A dízelnek az a változata, ami nem elektromos szikrával gyújt, hanem nyomásra. Ugye, mert a dízel az a nyomástól gyújt be, hogy annyira összesűríti a... Egyébként a káposztalevéllel is lehet menni. Igen, volt Maria törvény, így van. De a káposztalevéllel is lehet menni. Csináltak is ilyen kísérletet, Angliában láttam ilyen kísérletet, hogy ilyen mindenféle konyhai hulladék, aztán nem, a mindenféle azért nem jó, de ilyen répa, meg káposzta maradék, meg mit tudom, minden volt benne. Belerakták egy hengerbe, megnyomták ilyen 2000 atmoszférában, 2000 bárban megnyomták. És akkor egy napig úgy hagyták. És akkor utána levették róla a nyomást, leeresztették, és az aljáról ilyen sárga Brent olaj jött. Olaj lett belőle, rendes, mint a kőolaj, olyan olaj lett belőle. A konyhai hulladékból. Mert minden szerves anyag átalakul, és van egy japán professzornak mindjárt egy olyan találmánya, amiben ilyen frakcionált desztillációval ledesztillálja, mit tudom én, kerozin, petrolom, meg tudom én, meg benzin, frakciókra le tudja dízel frakciókra, le tudja szépen desztillálgatni ilyen ócska műanyag hulladékokat belerak. Egy orosz meg láttam, az meg autógumikkal csinálta ugyanezt, hogy csináltak egy bazi nagy tákolmányt, ilyen gazánt, és akkor abban beleraktak ilyen rossz autógumikat, ilyen rengeteg rossz autógumi volt ott, ilyen nagy gumikat belerakta, lezárta, és azt is frakcionál desztillációval csöpögött belőle az üzemanyag. Tehát fölfűtötte alatta a kazánját, és akkor az ledesztillálta azt a gumit. Hát milyen szaga lehetett, az egy dolog. De ledesztillálta, megcsinálta. És ez a lényeg benne, hogy rengeteg anyagot vissza lehetne nyerni, ami még használható, újra használható lenne. Csak nem csinálják meg. Pedig nem biztos, hogy olyan nagyon bonyolult szerkezetet kell hozzáépíteni. Tessék, Marcsa. Az egyik észrevétel az a következő. Van egy olyan amerikai találmány, hogy az égés terméket visszavezetik az égő térbe, és a szénmonoxidot még elégetik belőle még egyszer. Tehát egy sokkal hatékonyabb belső égési motor, mert hogy a kipufogó gázból még kinyer egy csomó... Leginkább csak széndioxid jön ki belőle. És akkor még tökéletlen égés... Ennél van még jobb is. Van még jobb is, és levelezek egy magyar sráccal, aki ilyen fűnyírót alakított még csak át, de jó a dolog. Egy egyszerű cső, vas csőrendszer az egész, nincs benne semmi, és ott is az van, hogy zárt rendszerbe cirkuláltat valamit ebben a motorban, teljesen zárt rendszer, nincs kipufogó gáz, zárt rendszerben, és működik a motor.
egyszerűen jár a motor, de igen, csak egy főnyíró motor jár vele. Hát a főnyíró motor jár, akkor más is jár. És volt ilyen találmány még, aki ilyen nemesgázokkal variált, hasonló ilyen motor. Volt ilyen találmány, azt hiszem magyar találmány volt éppen, amiben ilyen hélium, meg mit tudom, kripton, vagy nem tudom mi volt benne, ilyen nemesgázok keveréke, és elment vele hónapokig egy töltéssel. Úgyhogy járt a motor. A papféle, igen. Igen, igen. De csomó ilyen van, hát a papnak volt egy csomó ilyenje, ilyen vízbontója is volt, meg más is. Jókat csinált az, jókat csinált, öreg úr, nagyon jókat csinált. Tessék, Pancsa. A másik kérdés pedig a következő, hogy vannak olyan olajkutak, amik kitörés gátló van, meg kifogyott belőle már az olaj, és megint mérnek benne olajt, illetve megint kinyitottak egyes kutakat, mert hogy van, lett benne megint olaj. Csak az idő túl, nem tudják, hogy hogy került oda, hogy kerül oda az olaj? Hát ez egy nagy tellér lehet, nagyon nagy, és ugyan itt, mert ez ilyen homokkő, tehát ilyen szivacsos homokkő, és az ebben a kitermelési tempóval szívták kifele belőle, hát ameddig elment a szivattyú, el kiszívta. De nem szívta ki messziről. És akkor ez szép lassan egyenlítődik, és akkor oda megy máshonnan, oda érkezik a homokkövön keresztül, mert itt vákum van még mindig a kőben, mert kiszívták belőle és lezárták, és akkor ott van egy szívó hatás, és a környezetből szépen újra megtölti magát. Mert hogy van ott még, arrább is, és mondjuk ilyen telérek össze vannak egymással valahogy kötve, és akkor átszivattyú az egyikből a másikba. Vagy mint ahogy Fernél lefúrtak a románok. Tényleg csináltak itt komolyan. Mert hogy itt van az olaj, de így Fernél fúrtak be, és akkor úgy is lehet olajat szívni, hogy Fernél fúrsz, tudod? És akkor ilyen volt. Tessék, parancsolj, Szilágyi. Az oktaéderes tényidő elképzelhető, hogy a kockánál is önállóan kialakul a kockás téridő, tehát a 8-as szimetria, vagy muszáj ennek egybe lenni? Tehát érted, hogy mit akarok? A kérdés sem értem, tehát az a kérdés, tehát hogy a oktaéderes téridőben spontán kialakul-e a kocka? Szóval ez nem jó kérdés. Mert ott se kocka nincs, se oktaéder, 6-os meg 8-as szimetria van csak. Azok csak segédeszközök, azok a kockák meg oktaéderek. Egy régebbi előadásában hallgattam és megemlítette a kavitációt. És a kavitációval kapcsolatban volna egy olyan kérdésem, hogy mivel tudom én ezt bebizonyítani, vagy mitől igaz az, hogy a kavitáció az molekuláris atomrobbanás? Bizonyítani? Elfogy a tömeg. Elfogy a tömeg. Tehát az a nagyon érdekes, hogy ezt mi csináltunk ilyen kísérletet, hogy vákum lett a szerkezetben, fogyott belőle az anyagból, tehát működött, járattuk a szivattyút, működött, és adott meleget, sugárzott is rádióaktívan ráadásul, tehát igen magas frekvenciális sugárzások is keletkeznek, és még az is szomorú, hogy neutron sugárzás is keletkezik, ami eléggé veszélyes az életre. De a víz elnyeli. És az benne az érdekes, hogy a kavitációnál, amikor leállítottuk, akkor egyszer csak a mutató elkezdett fölcsavarodni, ami egyébként nulláról indult, akkor kellett egy középnullás manométert szereznem, ami közé, erre is arra is tud mérni, mert vákum lett benne, és egyértelműen elment mínuszra. Tehát azt jelenti, hogy tűnt el az anyagból. És aztán utána itt Magyarországon csinált egy kedves barátom, barátaim, meg ketten csináltak egy ilyen kazánt, és az működött, abszolút egyértelmű volt, messze többet adott le, mint amit befektettél. Tehát befektettél neki, mit tudom én, 2,4 kW-tól, egy 5 kW-os szivattyú volt, de csak 2,4-et fogyasztott, mert rajta volt a villanyóra, lehetett látni, egy külön villanyórája volt, lehetett látni, hogy mennyit fogyaszt, és 2,4 kilovattot fogyasztott, mert hogy körbe szivattyúzott a szivattyú. Tehát nem csak szívott, hanem tolta is hátulról a megérkező, visszaérkező anyag, mert egy karikába szivattyúzta a vizet, egyszerű csapvizet. És ahogy szivattyúzott, ilyen örvényt keltett, amiben meg olyan érdekes nyomáskülönbséget hozott létre szándékosan,
ahol a buborékok, kavitációs buborékok keletkeztek, és ebből hő keletkezett, nem kevés. Tehát el lehetett vele fűteni egy nagy családi házat ezzel a szerkezettel. 2,4 kW-os kazán, az kutyaszar, ha vele gondolsz, ugye az én lakásomban 30 kW-os a kazán, de hős van. Tehát ha csontra járattam, akkor azért akkor föl tudom nyomni 20 fokra a lakást, amikor olyan mínusz 15 fok van kint, akkor azért úgy hűvös van már, mert itt már nem bír kifűteni. De hát ennyire futotta. És az benne az érdekes, hogy ez elfűtötte szépen a házat, és kiszámolták, a 800%-os hatásfokkal ment. Tehát annyi hőleadása volt, mint hogyha 800%-os hatásfokkal menne a kazán, vagy ez a, mert hogy a 2,4 kW az egy konyhát nem tud kifűteni, mondjuk ismeritek a villanyradiátort, mondjuk beteszed egy konyhába, ott már olyan, mint a tábortűz, a segged meggyullad az egyik oldalon, meg vagy a hátad. Szóval olyan, hogy ezek a villanyradiátorok gyenki, amiben ventilátor van, az egy kicsit jobb, tehát az be tud fűteni egy ilyen helységet 2 kW-tal, de már egy lakást, egy nagyobb lakást nem tud felfűteni 2 kW-tal, ez felfűtötte. És néztem a fogyasztást, nem volt csalás, nem volt távítás, egyértelműen annyi volt a fogyasztása, és működött. És annak is volt egy ilyen beszívó tartája csinálva, mert önállók is ugyanaz volt, hogy a ment egy kicsit, vákum lett benne. És akkor ilyenkor leállta az automata, leállította időnként a szivattyút, amikor már elég meleg volt, ugye, akkor leállította a szivattyút az automata, és olyankor meg elkezdett lehűlni, és ahogy lehűlt, annyira beszívta, egy ilyen tartály volt a víz, nyitott tartály volt a víz, és akkor abból beszívott vizet megint magának, és akkor utána megint elindult, akkor újra feldolgozta, aztán megint beszívott, és így tovább. Kb. 4 liter fogyasztott naponta csapvizet. Ezzel fűtött. Nem rossz. Na most, hogyha azt a 2 kW-ot, én nagyon dolgozom rajta, hogy csináljak egy olyan generátort, ami térenergiával csinál 2,5 kW-ot legalább, tehát hogy ezt a szivattyút el tudja működtetni, akkor teljesen ingyen lehet fűteni. Hát azért az már nem lenne olyan rossz. Igen, ez működik. Egyébként működik, mert egy másik ismerősöm is csinált ilyen kavitációs kazánt, és az is működik, abban a fűtiházon. És működik. Csak cirkuláltat. Többfélét csináltak, ebből volt többféle szabadalom is. Hogy hívták azt a Vix, vagy hogy hívták azt a izét? Valamilyen neve volt neki, aki csinált, aki meg ilyen, amilyen forgódobos kazán csinált, az is egy ilyen volont kazán volt, amiben egy ilyen dob forgott, amiben ilyen gödrök voltak furva a palástjára egy ilyen dobnak, és akkor ahogy forgott, aszimmetrikusra volt téve a forgódob, az azért, hogy amikor forog, akkor itt elszűkült a hely, tehát megemelkedett a nyomás magyarul abba a kis gödörbe, és amikor meg kijött onnan, akkor meg megint csökkent a ugrásszerűen a nyomás. Egy motor forgatta, egy villanymotor. Tudom én, egy ilyen 500 wattos, vagy villanymotor, egy kilowattos villanymotor forgatta, de ilyen tűzoltó laktanyába, az zuhanyozóba ez gyártotta a melegvizet. És csak egy kilowattos motor volt, mert hogy össze-vissza kifürödték a vizet, és nem tudták ellátni, mert ilyen lassú villany, szokásos villanymelegítéses módszere nem volt jó. És ez egy ilyen szabadalom volt, és akkor ez kint van az interneten, meg lehet nézni, ez egy nagy műhely, aki gyárt ilyeneket, és ezt meg lehet ott venni. Hát, amerikai cégről? Amerikai cégről. Ez egy kis cég, szóval nem egy kis cég, de... Én tudom, hogy ők arra gyártanak kavitációs, hogy keverjenek üzemanyagot, bioüzemanyagot, és a következő kérdés, hogy kavitációval gázolajat és vizet tudom keverni? Nem tudom, én ezzel nem próbálkoztam, mert tudnék, megsemmisíti az anyagot. Nem hiszem, hogy azt egy mással is lehet keverni, egy propellerrel. Tehát az, hogy egymással emulgálni, nem tudom. Nem tudom. Hát én ezzel nem foglalkoztam. A víznek a negyedik halmaz állapota jön létre, tudom, a klaszterizált víz. Hát igen, mert a fúróolajban is van ilyen, amikor az esztergapadomon volt ilyen fehér víz és olajkeverék, szóval volt ilyen a régi esztergapadomon, ilyent lehetett csinálni, és akkor az nagyon jó volt, mert a
oda ment egy kis pisilő a gazdmávokban, amikor én azt voltam, azzal szórakoztunk, hogy volt valami gizda melós, aki szemétkedett velünk, akkor amikor elment ebéden, akkor elcsavartuk ki a csövét, hogy pofálocsolja, amikor elindítja a padot, jó pofálocsolta magát, az persze zavart minket ott össze-vissza. Na, hát, mert hogy én gimnázium mellett jártam politechnikára, és akkor ott egy napot ott voltunk mindig egy héten a politechnika oktatáson. Hát jó, mert jó volt, ott géplakatoskodtunk. Jó volt az. Legalább láttuk, hogy milyen ilyen melóba melozni. Jó. Csak ezzel a mérnek a negyedik halmad állapotát lehet előállni. Hát ez nem plazma állapot szerintem. Ez nem plazma állapot, mert elektromosan nincs gerjesztve a plazma, az elektromosan is gerjesztve van. A víz klaszterizálódik, ez színigaz. Tehát ilyen dodekaöderes klaszterekben klaszterizálódik, ez színigaz. De az teljesen más. Tehát nem kell hozzá kavitáció szerintem. Más az energiatartalma abban az esetben a kavitációnak, hogyha a keverem üzemanyag. Nem lehetetlen. Nem lehetetlen. Hogy más az energiatartalma. Már csak azért is, mert molekulárisan ő víz marad, de közben fel tudom tölteni az atomjait fénnyel. Mert ott aztán keletkezik olyan fény a kavitációnál, ami roppant magas frekvenciás fény, röntgen meg ilyen sugárzás, gamma is keletkezik, és az viszont könnyen be tud menni a vízbe. De elnyeli a víz. És akkor az energiával föl lehet tölteni. Ilyen benzinás kísérletekkel szórakoztunk, még a Műszaki Egyetemen is utána méregettek, hogy föl lehet-e mágnesezni a benzint. Szóval volt ilyen dolog, és akkor ilyen benzinmágnesezési. Szóval nagyon harcoltak ellene a Műszaki Egyetemisták, a tanárok, ezért nagyon harcoltak ellene. Kipróbálták, ott van egy ilyen próbamotor, ami mérni lehet mindent, de nem volt igazán eredmény. Vagy nem akarták, azt én nem tudom. De az a lényeg, hogy való igaz, hogy mi ezt próbálgattuk, hogy a benzincsőre ráraktunk egy ilyen mágnesezőt, amin keresztül a motor beszívta a benzint, egy ilyen moszkvicsra tettük rá még, és akkor az volt az érdekes, hogy két nap alatt kiégette a pakolást. Tehát valami változásnak kellett neki lenni, mert addig jó ment, és két nap alatt kiégette. Vetettünk egy másikra, azt is kiégette. Tehát valami nem stimmelt ezzel, a pakolást kiégette, a hengerfej pakolást kivitte, mert hogy olyan magas energiaszinten égett el a benzin, és a teljesítménye olyan volt, mint egy új kocsi. Szóval az odaléptél neki, az olyat harapott, hogy csak néztük. Addig meg ilyen, majd elindulok, ha akarok. Tehát ilyen betegesen ment, már kopott volt a motor, meg vacak volt, és baromira megemelte a teljesítményét annak a romnak. Tehát nagyon jó kezdett menni, de a pakolás kiégette, szóval aztán ennyiben maradt, aztán már nem foglalkoztam én azon tovább, de működik. Olyan mágnesek voltak benne, hogy egy nagyobb, meg egy kisebb, nagyobb, kisebb, nagyobb, kisebb, és akkor és úgy volt taszítóra rakva benne a mágnes, így sorba, hogy mindig taszítóra volt rakva a következő, és akkor úgy kellett menni a benzinnek benne, hogy kívül megy, belül megy, kívül megy, belül megy, és akkor közben mindig a mágnesek között kellett neki átmenni. Ez volt a lényeg, hogy így mátvizted a mágneses téren, egy erős mágneses téren, és a taszító mágneses téren volt jó, mert vonzóra is próbálták, a taszítóval volt jó, mert úgy torzította a mágnesek, vagy az atomoknak a formáját, hogy jobban elnyelték a környezeti fényt. Tehát lehűlt ez a pacak, amikor kísérleteztünk fel, nagyon lehűlt. Be is párásodott, úgy lehűlt, amikor járattuk rendesen. Nem fölmelegedett, hanem leült, mert ugye elnyerte a környezetből a fényt. És az belekerült a benzinbe, az a fény, és amikor fölrobbant, aztán abból sokkal nagyobb energiával robbant föl, mert több fény volt benne. Tessék, parancsa! A kavitációs fűtés esetén radioaktívvá nem válik az a víz, ami még nem lett. A kavitációs fűtés esetén a kérdés, hogy radioaktív lesz a víz. Én méregettem, nem találtam azt. De keletkezett radioaktivitás működés közben, azt hozzá kell tenni. Tehát azt le kell árnyékolni. Hát a miénk nem volt egy nagyon nagy teljesítményű, de a kétszerese lett a háttérsugárzásnak körülbelül a gamma doziméterrel. Tehát volt sugárzás. És ráadásul neutron sugárzást is kelt. Mert eltűnnek, félbevágott atomok keletkeznek és eltűnnek. Új elemek is keletkeznek benne. Tehát az az érdekes, hogy a vízben megjelennek olyan elemek, amik a közelében nem voltak a cuccnak. És megjelennek, tehát ha analizálod előtte,
analizálod utána, a spektrum analizálod, sajnos az analizátoromnak szétment, már nincs meg egy nyomtatója, meg szétment az egész, de majd lehet, hogy föltámasztom még, de ez ilyen öreg trágya már, de volt egy ilyen spektrum analizátorom, kettő is, még megvan mind a kettő, csak már ezek ilyen teljesen le vannak anyátlanodva, ilyen nagyon régiek már, de lehet, hogy még föltámasztom, és azzal lehetett csinálni ilyen analízist, hogy milyen elemek vannak az anyagban. Ez nagyon jó volt. Tehát ha előtte analizáltad, meg utána azt a vizet, akkor az megváltozott. Tehát keletkezett benne litium, vagy mit. Hogy a francba került bele, honnan? És volt benne. Tehát az az érdekes. Utána volt benne új elemek. És ilyen kavitációval foglalkozó kolléga mondta nekem, hogy neki is új elemek keletkeznek. Tehát ő nagyon tudományosan, alaposan megnézte, és ott is új elemek keletkeztek. Tessék, mondjam. Azt szeretném kérdezni, hogy a sugárfertőzés, amire gondolom, hogyha én egy ilyen kavitációs hőerőmű mellett, hogy jéghalmaz állapotban teszek egy darab jeget, vége van a reakciónak, elviszem onnan, marad a radioaktivitása a jégnek? Biztos. Mert a kombinált fogónak is marad. Tehát a kombinált fogót, ha olyan sugárzó környezetben letettet használtad, akkor sugároz egy csomó ideig. Tehát ezeket eldobálják, ezeket a szerszámokat, amiket használtak ilyen sugárzás veszélyes helyen, mert hiába van rajta sugárvédő ruha, a szerszám is rádióaktív lesz. Akármilyen vasdarab, vagy akármilyen műszer, most azt eldobálták. Azért dobálták el, mert utána az rádióaktív veszélyes. Nem látszik rajta a rádióaktivitás, nem látszik, mint veszély. Á, ez nagyon aljas. Olyan, mint a konnektor. Más a fogása, három alatt van. Ez ugyanolyan. Valami kérdésed van? Ezzel kapcsolatban. Létrejött a kavitáció, milyen érdekes, egy vegyes tüzelésű KH-ban. Igen, létrejött. Ha a KH-ban magas hőmérséklet uralkodik, és egy nedvesen fadarabot dobok be, abban hirtelen felforra a víz, és hangos, durrogó, pattogó hangot lehet hallani. Megemelkedhet-e a víz forrása közben annak nyomása annyira, hogy a fa szerkezetéből kiütve ugrás ellen lecsökkenjen és létrejön. A nyomás lecsökken, akkor mindig létrejön a kavitáció, levegőben, folyadékban, mindenben. És létrejön a kavitáció ellensége. A folyadékban oldott gáz segíti-e, az másképp viselkedik, az nyomást csinál, ez meg vákuumot. A kavitáció az nem nyomást csinál, hanem vákuumot csinál. Tehát az azt csinálja, hogy csinál egy gravitációs buborékot, ami összeomlik, és ahogy összeomlik, ahová kicsúszosodik egy ilyen jetet csinál, és bum, amilyen anyag ott van, tök mindegy, hogy az mi lehet, wolfram lehet, akármicsoda, az 3000 fokon olva, akkor is oda lő, ott egy gödör lesz. Szétviszi, nézegettem, ilyen kavitáltunk, meg szórakoztunk, mi néztem mikroszkóppal utána, teljesen fényes felületű, szabályos kis gödröket ütött, ilyen félgömb alakú kis gödröket ütött a kavitáció. Nagyon érdekes. Az minden anyag megeszik. Ilyen propellereknél fedezték fel elsőre, meg ilyen vegyiparok. A vegyipari géptervezőknek a legnagyobb átka a kavitáció. Mert ott ugye nagy nyomással nyomják, kiengedik, beengedik, mit tudom, a csöveken. Ott a kanyarokat úgy megeszi. Jó, de hát azért egy forró kénsav kijön valahol a kanyarba, tudod, az azért durva tud lenni. Nagy nyomásság, kilocsol, aztán aki arra van, az éppen annak annyi is. Próbálj csak egy kis kénsavot a cukorra rámutani, mi lesz vele. Nem? Na ugyanezt történik a pofáddal a rám, csak hogy mondani. De ugyanezt történik vele a pofáddal is a rám. Vízzel nem szabad lemosni. Vízzel nem szabad lemosni kénsavat. Miért? Hát mert szétégeti az ember bőrét, hogyha vízzel érintkezik, akkor végül... Nem attól égeti szint a kénsav, hogy vízzel érintkezik. Akkor fölhevül a reakció. Fölhevül a reakció, az biztos. Hát lassan szabad csak hígítani. Igen, de túl gyorsan hígítod, akkor ott fölhevül. De milyen érdekes, beteszed a ütőszekrénybe a kénsavat, meg egy pohárba vizet, és aztán a kénsavat csöpögteted befelé a vízbe, föl fog forrósodni mind a kettő jég ide, úgy vetted ki a mélyhűtőből. És hideg. A leghidegebb, már mit tudom, hogy 0 fok körül van a víz, meg a kénsav, összeöntöd, és hőt fog termelni. Úgy fölfor, mint a rossz sem. Belecsorgatod, fölforrósodik a hígított kénsav. Mert a kettőnek az energiakülönbsége már diszociálva más. Há,
az a lényeg, hogy akkor a molekula már átalakul. És akkor már nem kül annyi fény bele, kijön. Az kijön. Minden ilyen reakció, az tart minket melegen. Tehát, hogy eltördelünk hosszú, nagyon hosszú szénláncú vegyületeket, mint a cukor, mit tudom, eltördelünk kisebb elemekre, és ahogy eltördeljük, mindig hőszabadul fel. Na jó, hát nem így törjük el kézzel persze, hanem kémiailag bontjuk el enzimmel, és amikor elbontja, akkor mindig keletkezik egy kis hő, minden egyes ilyen bomlásnál, és az egy a testnek a felmelegedését okozza. Tessék, parancsolj. Miért mindig hő keletkezik, és mi nem látható fény? Keletkezik látható fény is. Keletkezik, csak, hogy mondjam, inkább infravörös. A látható az nagyon kevés. Előfordul látható fény, ugye gondolkodjál, hogy vannak ilyen chemolumineszenciás állatok, hogy két ilyen trutyit, mint a Szent János bogár, ami két ilyen trutyit egymással összeenged, és elkezd világítani. Látható zölden mondjuk világít, vagy vannak ilyen halak, mélytengeri halak, akik lent vannak 5000 méter mélyen a fenébe, vaksötétbe, és ott már tőle vaksötét van, oda már nem megy le a fény, de infravörös lemegy, csak a fény nem megy le. És ez az érdekes, hogy ezek is fényt tudnak egymást generálni, de nincs benne villanykörte, hanem csak két kémiai löttyöt összeenged, termel egyet, termel a másikat, kettőt egymással összeengedi, és az fényt fog kiadni magából, látható fényt. És a Szent János bogárkáknak a segge világít. Csúnya bogár egyébként, hogy szép, amikor röpködnek a sötétben, de ugye megnézed, ez a ronda bogár, mert nem olyan szép bogár, de mégis tökéletes teremtényt, ő világítani tud. Aztán vannak ilyen tengerparton, hogy az egész tengerpart kéken világít. Meg ilyen állatkák vannak. Az egész tengerpart kéken világít, ahogy van. És ahogy belelépsz, ott ilyen nagyon érdekes ízek vannak, hogy belelépkedsz oda a tengerbe, akkor ott másképp a lábad körül másképp világít. Nagyon jó pofán néznek ki. Tehát csomó ilyen állat van, amelyik fényt tud kibocsájtani. De te is tudsz, mert a hő is fény, az a hő, amit kibocsájtasz, az is egyfajta fény, mert meleget azt azért termelsz a bőrödön belül, meg mindenhol, és azt is kisugárzod. És egyébként a sejtek nem csak láthatón túl, ibolyán túli sugárzásokkal is dolgoznak, mert az egyik sejtkommunikációs fényhullámos az éppen ultraibolya. Tehát láthatón túli, ibolyán túli sugárzás, tehát a kéknél is sokkal kékebb sugárzás, azt már a szemed nem látja, de kamerával lehet látni. Én azzal szórakoztam, hogy egymás között a sejtek azzal beszélgetnek. Tehát ilyen infravörös modelljük van, vagy hogy a fenébe mondja. Tehát nem infravörös, ultraibolya ilyen fény impulzusokat csinálnak, ilyen bőrszjeleket, ilyen jelcsavakokat csinálnak, mint a morzejelek, olyanokat adnak egymásnak, és értik egyik a másikat. És én mondjuk a fehér vérsejtek ilyenekkel szólítják föl a sejteket, amikor őrjáratoznak a szervezetedben. Azok az ereden kívül is őrjáratoznak, tehát nem csak a vérerekben, hanem kívül a nyirokban, meg a sejtek között is csinálják az őrjáratot. Oda mennek, felszólítják jelszó, ha nem tudja a jelszót, rányom egy ilyen izét, bélyegzőt, jön a következő, akinek az a dolga, az meg ráver egy csőszegecset, ennyi volt. Na itt vannak ezek a világító tengerparton, ezek a világító rákocskák, ezek a micsodák, nagyon érdekesek, ilyen fény, így bocsájtanak ki fény, nagyon, nagyon szép. Tessék, parancsolj! Magyarul is azt mondja, hogy lilagőze sincsen, tehát amikor azon a szinten van igen. A tudás, akkor ez a kommunikációs tudás, mert a hatodik csakra ezért lila színű. Igen, a lilagőze sincsen, ugye? A lilagőze sincsen, az nem a nagyon magas tudás jelent, hanem éppen az alacsony. Igen. Nincs lilagőze neki, vagyis hogy ugye a fejét ilyen lilagőz veszi körül annak, aki látó látja, hogy nagyon gondolkodik, és elég magas szinten tud gondolkodni, elég okos, akkor egy ilyen lila köd veszi körül a fejét, és akkor nincs neki lila ködje se róla, és akkor ezért nem gondolkodik. Tessék, parancsolj. Az akasa színe is ilyen feketébe hajló lilás? A akasának nincsen színe. Ilyen, így nincsen színe az akasának. Bocsánat, amivel ábrázolni, illetve emlékeztetni szoktak rá.
az is egy lilából induló, ultrai bolyából induló lilás, és a feketébe hajlik. Igen, mert az egy információőrző és magas tudástartalmú. Az akassa tulajdonképpen az univerzum memóriája. Tehát a te agyad az nem ér véget a fejednél, az csak te képzeled. A te agyad az a környezet is. Erről senki soha nem beszél. Tetszik figyelni? Soha senki nem beszélt róla, hogy az agyad az nem ér véget a koponyádnál, hanem az a oszlop, vagy a tető, vagy a házfala, meg az minden az agyadhoz hozzátartozó. Tudnék, a te hullámtered beleírja a te tudásodat folyamatosan, állandóan az egész környezetbe, és akkor, amikor van egy kedves gondolkodási helyed, ahová szeretsz visszamenni, ott megy valami, mondjuk írni, író vagy, és írni úgy tudsz, hogy mindig egy helyen ülsz egy íróasztalnál. Feleséged átrendezi a szobát, és ott sírva fakadsz. Hát végem van, egy gondolatom se jön. Érted? Mert jót akar az asszony, hogy nem rossz, hogy vett neked új íróasztalt, minden gyönyörű, lámpával, minden, csak egy nagy baja van, neked a régi szar kell. Ugye? És ez a lényeg, mert abban benne volt a gondolat, az új asztalban nincs még semmi. Majd lehet, hogy lesz, ha 10 évig törted a fejed mellette, de azt megint tele kell írni gondolattal, és az nem egyszerű. Tehát ezért ragaszkodnak az öregek teljesen semmire való dolgokra. Ezért ragaszkodnak. Mert az a memóriájuk. Érted? Persze. Már az eszel a szarul működik, de még az a memóriája, tehát azok a szekrények, vagy azok az ócska szarok, amik semmire nem jó. De benne van az információ, és ezért ő csak ott tud gondolkodni. Kimegy onnan, elfelejti. Hová kell visszamenni? Ahol kitaláltad. Bizony, ott van a babonában. Bizony. Mert ott vagy annak a gondolatnak a fókuszpontjában. Baromi, rendben van a világ nagyon. Ez jó. Ez jó. Hát jó, amikor valaki nem tud valamit, akkor elkezd anyázni rá, de tessék egy kicsit jobban. Babona meg, ilyen babona. Jó van, haver. Hát ha értenéd az információ elméletet egy kicsit jobban, akkor lehet, hogy nem mondanál ilyeneket. Mert hogy te csak úgy gondolod, hogy az az információ elmélet, hogy beírod egy regiszterbe a számokat. Nem az az információ elmélet. Sokkal bonyolultabb is van. És az jó, hogy van, hát dehogy, akkor jó, gondolkodjunk róla, csináljunk jobbat. Tehát ha intelligenciát akarsz csinálni, akkor a te agyad tulajdonképpen az egész világot használja, és ez az akása. Az egész világot használod, mint információs forrást. Hiszen ott van körülötted a tudás. És mi az, amikor eszedbe jut, akkor kintről jön valamilyen információ, ami nem a te sajátod, mert olyan is van, de a te hullámosodon van, mert az nagyon lényeges. Mert ha nem a te hullámosodon, te a Petőfire vagy állítva, sose jön rajtad a kosuk. Érted? Mert te a Petőfire vagy állítva, mindig. Mert az agyad ott rezeg. Na most, hogyha tessék észrevenni, hogy a kék és vörös eltolódás, hogy mennyire benne van a gondolkodásban. Amikor nagyon gondolkodsz valamin, akkor ide-oda járkálsz. Mert hogy amikor arra megyek, sűrűsödik, erre megyek ritkul, arra megyek, sűrűsödik, tehát átfogok egy nagyobb spektrumot. Tehát a kicsit a Petőfi mellé tudok hangolni, erre is, meg arra is, azzal, hogy ide-oda mászkálok, értitek? És akkor a mellette lévő adó is behallatszik egy kicsit, és lehet, hogy ott olyan információ szól, ami kell a te gondolatodhoz, és egyszer csak eszedbe jut, nem benne van, belejut. Fantasztikus! És ez jó, hogy így van. Hát, hogy gondolkodunk, az kiváló. Nem a sapkának van a... Tehát a lányok azt hiszik, hogy frizurát kell csinálni a fejükre. A fiúk meg azt hiszik, hogy kalapot kell rátenni, de egyik sem. Egyik sem, mert gondolkodni kell. Arra kaptad az Istentől, hogy te gondolkodjál, nem arra, hogy ilyen hülyeségeken vergődjél. Tessék, mancsom! Azt mondja, hallgatói kérdés. A felejtés végleges, vagy felejteni csak fizikai világból lehet? Egy hallgató Németországban. Felejtés végleges? Olyan nem létezik. Olyan, hogy végleges felejtés, az nem létezik. Mert ha meghalsz, is megmarad az információ. Tudnék, a világ, amiben beleírtad a te gondolataidat, az megmarad benne a világban. Tehát azért vannak a szent helyek. Valahol egyszer jött Szent Margit és eldobta a rózsáját, mit tudom én, érted? A Szent Erzsébet. Akkor az a hely utána
egy jó sugárzással van megtöltve, hát hiszen ott él. És akkor egy csomó ember oda megy, és megérzi ugyanazt az érzést. Tehát ez benne, mert tele vannak a kövek, a vár, a fal, az ajtó, mint tele van. Most, ha felújítják és átalakítják, akkor szarra teszik. Ez az érdekes. Ne csinálj faragott kövből a templomot. Milyen érdekes tiltás. Már csak gondold végig, hogy miért ne. Ott van Lalibela, nagyon érdekes. Hogy belefaragták lefelé a sziklába a templomot. Meg a hegybe befaragták a templomot. Ugyanolyan eleje van, mint egy rendes templomnak, oszlopokkal, meg minden. De az igazából csak egy darab kő. Az egész. Ki van faragva belőle, tehát nem úgy csinált faragott kőből, hogy csinált egy követ, aztán ráadott a másikra, ugye? Mert az azért nem jó, mert így teszem a követ, úgy teszem a követ, amúgy teszem a követ, és egy zavaros világkép van benne. Ami egy zaj. Mert azzal, hogy elmozdítom a helyéről, és össze-vissza rakom a köveket, egy zavaros hullámteret hozok létre. Mindegyik jó, csak éppen az egyikben így sugárzik, a másik úgy, amúgy, és ezért már nem lehet érzékelni, tehát nem lesz szent a hely ettől. Szent meg lehet szentelni, de a szentelt víz az kevés hozzá. Ha már 100 millió ember ott szent gondolatokat gondolt annál a templomnál, az megszenteli faragott követ is. De akkor nem szabad felújítani, átalakítani. Ezt nem értik, hogy miért nem. Ezt nem érti senki, hogy miért nem. Hát csúnya, omlik a fal, hát üzjön. Tehát érted? És akkor elveszti pont azt a jellegét, amiért az egész van. Mert maga a hely a szent. Tehát az a hely átalakítás nélkül szent. Tessék, parancsolj! Az újpesti plébánia templomot nézegettem, és nagyon érdekes, hogy a főhajónak az oldal díszítésein mennek téli időforrások, tehát hatos szimmetriájú, de nem csak így kereszt, hanem még így is. Igen. Egyrészt, másrészt pedig, ahol követi a vízent az első más oldása, az úgy néz ki, tehát abban van belefaragva már alakban szentek, mert ugye ez az anyagi megvalósulás. A toronyban pedig az időpaláston belül, ugye oda van téve az óra, de egyébként egy... Hogy az idő? Igen, az idő. Oda van téve az óra, mert ez lényegében maga az idő. Na de az első másolódás... Van betéve már az óra, tehát amikor ez először az első másodási cikluson végbe ment, akkor kezdett telni az idő? Vagy az a kérdésem. Az időforrásban mindig telik az idő, ő mint saját időrendszer mindig működik. Ameddig létezik, ő kelti a saját idejét. Minden időforrás a saját idejét kelti. A világegyetemben lévő összes időforrás lényegében egy ilyen faszerű struktúrában helyezhető el, időben elcsúsztatott faszerű elágazási struktúrákban, szuperstringek lényegében, és ezek a szétágazó struktúrák, természetesen a kiáradásuk az nem egy ilyen szál, mert a szálban lévő forrásoknak, még a virtuális forrásoknak a kiáradása gömbszerű, tehát az ugyanúgy gömbszerűen terjed körülötte, ez az egész bahunszutság. És ezt rontották el a string elméletnél. A Caruso meg a Klein jó, baromi jó felindult el, mert az időt úgy próbált ábrázolni, hogy a háromdimenziós rendszer, vagy a négydimenziós rendszerből kivette a teret, akkor maradt egy dimenzió, de az egy dimenzió az egy szál. És akkor két tulajdonságot adtak neki, hogy ennek forogni kell, meg haladni kell. Tehát akkor csináltak egy ilyen, mint a füzetben az a rugó, az ilyen rugót-szerű ilyet csináltak, ami így halad, és közben forog is. Tehát ez jó. Csak egy valamit kifelejtettek belőle, az eseményhorizontot. Mert amikor ő van, csak létezik, semmi más nem csak van, akár áll, akár megy, mindegy az, akkor is gömbszerű hullámvilágot szül magából állandóan. Hogyha gyorsan megy, kúposat szül, ha egy helyben áll, akkor gömbszerű szül. Hát ilyen egyszerű. És az a nagyon érdekes, hogy a száluniverzumnak is megvannak a kupos kiáradásai. De azért gondold el, hogy egy ilyen 10-43 szekundum alatt elrohan az univerzum határáig meg vissza. Erre találsz információt, már említettem, az Oliver Crane foglalkozott ezzel, ez egy svájci fizikus volt, érdemes letölteni a könyvét.
a térkvantumok, térkvantáról beszélt, tehát jó felé kaparászott ő is, és csinált is ilyen energiaforrást, 6 kW-ot tudott az, megcsinálták, aztán azt is a mafiózók elkapták, tehát kész, aztán már nem lehet róla beszélni. Nekik lehet fejleszteni, de tehát ők dolgozhatnak, de senkinek semmit nem mondhatnak. Szóval a mafiózó azt hiszi, hogy így is lehet dolgozni. Tehát fessél a szájaddal, vagy össze vagy bilincsezve mindegy, akkor meg fessél a száddal, majd akkor is te dolgozni fogsz nekem. Hát persze az eredmény is olyan lesz. Tehát itt is az van, hogy agresszióval akarja kiverni belőled a tudást. De azt nem lehet. Tehát nincs ihleted, ugye nincs örömöd benne, akkor megette a fene. A kutató, a tudós az egy humán bolond. Az a gyerekeket akarja megsegíteni, és olyan vírus, olyan izén dolgozik, hogy a vírusokat valahogy megölje, hogy ne legyen gyerekbénulás, most mondjuk. És akkor kitalálja. És akkor sikerül a gyerekeket megmenteni egy kanál tejával. Amiben van egy kis vírus, az előtt vírus, de a gyerekek nem kapnak gyerekbénulást. Vagy egy kis rózsaimlővel beoltják. Ugye, és akkor lesz ugyanitt egy darab imlőhely, meg egy kicsit lázni hőemelkedése, de aztán ennyi. Viszont nem kapja meg a fekete imlőt, amitől ragyásra kieszi a fene a pofádat, az olyan durva. A fekete imlő az nem olyan, mint hogy csinál két kis ilyen pici kis sebecskét, hanem az egész tested egy seb. Az egy kicsit durva, mindenki belehal, ugye, mert bőrfelülete vége. És akkor kész, ott halnak bele. És akkor, ha ki egyszer volt a rózsáimlős, az nem kapja meg a fekete imlőt, milyen érdekes. Rájött a felfedezője, hogy a tehenészlányok, akik a tehéntől elkapott rózsáimlőt mindig megkapják, mert ott a tehénnel szarakodnak egész életükbe, és elkapják a tehéntől a rózsáimlőt. És csak egy kis enyhe lefolyású betegség, de azok nem haltak meg. Mindenki a fekete himlő járványban hullott, mint a záporeső, azok meg vidáman elvoltak. És akkor rájött arra, hogy itt valami ezzel összefüggésben van. És akkor rájött, hogy igen, mert van egy olyan himlő, amely nagyon gyenge lefolyású kis rózsahimlő, de az, akit megkapta, az nem kapja meg a fekete himlőt. Nagy felfedezés. Sokszor csak egy ilyen pici kis valami kell hozzá, hogy felismerje valaki, ugye, hogy ez a penészgomba megöli a macikat, oda néz a rohadt élet, a Fleming, ugye, hogy nem mosták el a takarítőnőt rányból, nem most el a petri csészéket, és akkor hogy a fenébe van, ez megette, egy penész is megeszi a nagyon veszélyes baktériumokat. És akkor felezte föl a penicillint. Úgyhogy az egyik gombafajta megeszi, az csak egy jócska penészgomba, belegondolsz. Hát aztán lehet szaporítani őkre, és akkor ez gyógyszer lesz. Persze, hát azért megfelelő problémákat azért okozza. Okoz azért ezek a dolgok. Nagyon megoldottak olyan betegségeket, amit nem lehetett eddig legyőzni, azt megoldott. De most éppen most az R-faktor miatt egyre jobban szarba vannak. Tehát a rezisztencia faktor alakul ki. Ha így pudaroztatják magukat a baszik, szarik az összes penicillinedre, meg streptomicinedre, mindenedre. Tartja a sár, még puderezi haver. Hát ez, mert hogy megtanulták ezek, képzeld, beoltják egymást a bacik. Ilyen kis csápot nevezt, így belebökli a másikba, és ad neki egy védőoltást. Nem fogod elhívni. Lefilmezték, megvan a film. Lefilmezték, egy ilyen gumó megy végig azon a csápon, az egy ilyen molekula csoport, egy ilyen ellenanyag csoport is. Megtanítja, beoltja az összes többi baktériumot, és ettől kezdve azok a baktériumok már nem döglenek meg a te vacakjaitól, mert megtanultak rá védekezni. Azt mondod, hogy egy baktérium buta. Hát egy fénykvantum se buta, nem hogy egy baktérium. Tessék, parancsolj! Ez is kolloidtól sem döglenek meg, ezek az elektronosok? Hát ez is kolloidtól te is megdöglesz. Ennek az a problémája van, hogy mit tudom, hogy nehéz fémek azok az emberben veszélyesek. Tehát az arany az nagyon jó csengő szó, tudod, igen, gyűrűben még esetleg, vagy nyaklászban, de már amikor megeszed, az már nem biztos, hogy olyan jó, nem biztos, az ezüst is egy nehéz fém ahhoz képest. Most lehet olyan huncutságokat csinálni, hogy igazából csak az ezüstnek csak az információja van benne, az is jó, például az űrhajókon ezüst tartályokba rakják az ivóvizet, mert abban nem poshad meg.
De hogy aztán az űrhajósoknak mennyire eszik ki a belit, az majd kiderül. Tudod? Hát erről szól ez az egész történet. Mint az alumínium edény, tudod, az is az volt, hogy milyen jó, meg főszetsz melegít, ez benne mindig eleget, mert a fenek átengedi a meleget. És ha nem tudnád még a nevemet, nevem alumínium edény. Ugye emlékeztek még erre az izére, slágerre, és akkor ilyen reklámsláger volt. Na de mi volt a lényeg, hogy utána rájöttek, hogy mindenki kopaszodik, mert szétesik, mert a háziasszonyok benne hagyják a savanyú káposztát, vagy a töltött káposztát, meg a mit tudom, a kuktába, az meg szépen föloldja az alumínium fazekat, és a férjének elkezdett kihullani az összes haja, meg az övé is. És akkor hát marra azért parokában rohangálhat ugyan még, de kihullik a haja. És akkor be is tiltották, ugye, mert a vasedény aztán visszajött, ugye az acél, rozsdamentes acéllábasok, meg mit tudom, most már ilyen mindenféle kerámia, meg tefon se igazán jó, aztán rájöttek, hogy az se azért fenékig tejföl. De ilyenek vannak, jónak látszik, mint amikor beugrik a bokorba, a kaktuszbokorba a kovboly, és utána utogatta a valagából kifelé a tüskéket. Hát jó ötletnek látszott. Szóval ez is ugyanolyan. Tudod, ilyet kitalálunk valamit, baromi nagy csindadrattával eladjuk, aztán kiderül, hogy mégse olyan jó. Mégse olyan jó. Mint a tetrán, emlékeztek rá? Az öregek még emlékeznek. Emlékszel rá? Úgy adták a tetrán, mint a negrocukrot. Azt írta fel az orvos, hogy ilyen üveggel felírtak a influenzára. Tessék, megtalált az Oliver Kleinnek a könyvét. Ez a központi oszcillátor és térkvantum médium. Az a médium, amiről beszélek, az 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 eszenciális közeg. Tehát ő is erről beszél. Ő médiumnak nevezi. Tehát vívő közeg. Tehát az egy közeg, amiről nem nagyon beszél a fizika, de mondjuk térerőről beszél, meg ilyenekről, és beszélgetnek ilyen erőterekről, erővonalakról, de a mágnesnél nincsenek erővonalak. Csokolom. Fogj egy analóg mágnesmérőt, és vidd a mágnes körül, nézegesd. Nem lesz ilyen ugrásfüggvény benne, hogy tik, erővonal, itt egy erővonal, tik, itt egy másik, nincs. Teljesen folyamatos a változás, ahogy mozgatott körülötte. Tehát ott van egy erőtér, a mágneses erőtér, de mi a franc az a mágneses erőtér? Ugye itt már a suliban hoztam ilyen kajak mágnest, ragd össze a két mágnest, aztán ott combóztak vele a fiúk, tudod, meg a lányok. És nem bírja összenyomni a két szaros kis vasdarab. Hát és nem bírja összenyomni. Ha igaz, hogy ez nem is vas, mert ritka földfél mágnes, nem mindegy. De akkor is két vacak mágnes, ekkor lecsak a mágnes, és nagy combos férfi azt nem tudja összenyomni egymással, ha taszítóra rakom, mert olyan erő van közte. Na de mi van ott, ha nincs ott semmi? Ha nincs közé rakva egy anyag. Mert ez vákumban is működik ráadásul. Tehát még az, hogy sűrített levegő van, mit képzel oda? Nincs semmi, hát vákumban is, ugyanúgy taszítja a mágnes egymást. Na, tehát itt van a térkvantum oszcillátorról a könyv, érdemes. Le lehet tölteni ezt ingyen ingyen az internetről, hogyha ennek utána jártok, érdemes utána járni. Ő forgatott mágnesekkel csináltak egy nagyon érdekes, még megvan valahol az a videóm, ami tőlük származik egyenesen, ettől a cégtől, aki ezzel foglalkozott, Schweizból, és még így adták oda, tehát annyira nyílt tudósok voltak, még így adtak róla ismertetőt, ugyanúgy, mint amikor elkezdtünk az idővisszacsatolással foglalkozni, és egy Németország egyetem egy lábon ugrálva adta oda a kazettáját, hogy mink is ezt csináljuk, jaj de jó! Aztán egy év múlva keresztük őket, hogy mire jutottak, és ezek olyan pánikban voltak, hogy nem tud meg. Hogy ez szigorúan titkos katonai kutatást, honnan a francból tudunk mi erről? Mert képkedtünk mi, hát ők adták oda a kazettát, érted? Mert a tudós az egy humán, egy jó lélek, egy odaad mindent. Mert azt akarja, hogy neked is legyen, meg neked is. Meg legyél boldog te is, nézd meg, működik, jaj de jó. Hát a tudós ilyen. Na a világ nem ilyen. És ez az, amit a tudós nem fog soha megérteni, ha csak nem olyan fajta. Nem fogja megérteni. Nem fogja, hogy hát én nem azért dolgozom, hogy utána azt berakják a páci szekrénybe. Érted? Tehát én azért csináltam, hogy jó legyen. És akkor mit tudom, én csinálok egy gyógyszert, amitől mindenki meggyógyul, most mondjuk, és akkor berakják a páncélszekrénybe, és hagyják hullani az embereket. Mert nem elég, majd ha még följebb megy az ára, meg ha még, hát jó, hát ott sírod el magad, akkor miért dolgoztam én?
miért kutattam 20 éven keresztül ezt a szart, hogy meglegyen, most megvan, hanem bezárták ezek az állatok. Mert így működik a világ, megveszik tőled a szabadalmat, soha többet nem látod, nem is beszélsz róla, aláíratják veled, hogy kuss. És ha beszélsz róla, akkor beperelnek úgy, hogy csak üzöl. Hallgatói kérdés. Az őselemekre vonatkozó tulajdonságok, meleg, nedves, hideg, száraz, mire vonatkoznak? Van-e jelentőségük? Ha igen, mi az? Ezek a totális félreértések. Ezek a nedves, száraz, ezek már a, igazából a nedves a víz, a meleg a tűz, a hideg az a levegőelem, és a száraz az meg a földelem. Teljesen félreértve és félremagyarázva már. Tehát már, hogy mondjam neked, már nem értette, de nagyon el akartam mondani, hogy hát ő jobban tudja. De ilyen mindig van, mindenhol, mindennel kapcsolatban van ilyen. Tehát nagyon egyszerű, hogyha valaki, tehát erre nagyon jó tesztet lehet csinálni, mondd azt egy szőke nőnek, hogy kapsz 1 milliót, és tényleg legyen kell hozzá 1 millió, elviszlek téged Afrikába, és Afrikába egy törzsnek el kell mondani, hogy hogy működik a televízió. Tehát én nem tudom, az mindegy, mit mond, ezek úgyse tudják, mi a televízió, és mert tartasz róla egy fél órás előadást, itt a 1 millió. Na, azt föl kell venni videóra. Jobb, ezért nem lesz. Ott az összes tévészerelő az összehugyozza magát a rögéstől, olyanokat fog mondani. De ő el fogja mondani, hát 1 millióért. Ott tart egy olyan előadást róla, hogy csak úgy csörög, ha elég vagány. Nem ért hozzá egy szót sem, de majd elmondja. És ugyanilyen van a tudományban is. Mert most már mindenki felfedezte, de nem lehet róla információt szerezni, de ő akkor is elmondja. Hát olyan, mint én. Látod? Tessék, parancsolj. Az magasára, tehát a jövőben, illetve a múltban, ott mennyit kell meditálni ahhoz, hogy ezekbe lejusson? Hát benne vagy te. Igen, de én nem érzek el hát a jövőt. Dehogy, ja, jövőt. Miért akadta a jövőt? Mi a fenének? Dehogy nem, hát nézel engem a múltat, érzékeled. Hát könyörgöm, hát érzékeled. Ó, tökéletesen, hát nézel engem, akkor a múltat látod. Ha a csillagokat nézed, egy 4 évvel ezelőtti múltat látsz, mondjuk ha a napot nézed, egy 8 perccel ezelőtti múltat látsz, holdat egy 1 másodperccel ezelőtti múltat látsz, engem meg egy mikroszekundumban előbbi múltat látsz, és akkor mi van? De hát akkor mindig a múltat látottam, és hogy nem látod a múltat. Tökéletesen látod, itt nézel engem. Látod a napot, látod holdat, látod csillagokat, látod, akkor látod a múltat. Éppen erről beszéltünk, maga a kérdés nem jó. Most a jövőt is látod, az nagyon ér, benned van. A saját jövőd is benned van, abszolút részletesen benned van a jövőd. Csak a csomópontokat nem láthatod. Mert úgy néz ki, mintha lenne egy vasúti állomás, ahol minden sín, 5 sín van, egybefut, megy egy darabig egy vágányon, mind az 5-ről egy vágányra megy át, ott a vasútállomás. Ott felszállnak, leszállnak, na azok a döntéspontok. Utána megint 5 elágazás van, és a döntésed alapján 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es vágányon fogsz elindulni, és megint mész, aztán megint lesz majd valahol egy csomópont, ez így működik a tervekben. És ha előre viszlek téged, nem regressziósít módban, progressziósba, előre viszlek a saját jövődbe, akkor látod a saját jövődet abszolút érdekes módon, de a csomópontokat nem láthatod. Erre egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt, egy nyíregyházi előadásomon volt, vagy 200-an voltak, nagyon jó kis előadás volt, és az első sorban ott ült egy anyuka, meg a 2 gyerek. Ilyen 10 meg 12 év körüli gyerekek lehettek, ott ültek előttem közvetlenül, és csináltunk egy előző életes meditációt, meg mit tudom, ilyeneket, de mielőtt eljutottunk az előző életbe, azt mondtam, hogy mit tudom én, hogy 25 éves vagy, 20 éves vagy, 10 éves vagy, most születsz meg, most már az előző életedben vagy, így mentünk vissza. Ez nagyon érdekes volt. Mindenki látta a születésnapját, a 25 éves születésnapját, oda vittem vissza, és mindenki látta. Nagyon jó volt. A tortát, a körülötte lévő embereket, mindenki látta. És nagyon boldog volt vele. És vége volt az egész meditációnak, a kis csávó az egyik fölugrik a székre, és így mutatja az anyának, hogy anya, láttam, ilyen nagy fiú voltam, láttam magamat, ilyen nagy voltam. Miért?
mert visszafele vittem mindenkit. Mert a közönség már elmúlt 25 éves, de a kis csávó még csak 10 volt. És annak ez nem regressziós hipnózis volt, hanem progressziós. Tehát ő végrehajtott az utasítást, amikor azt mondtam, hogy 25 éves vagy, akkor ő már 25 éves lett. És látta magát 25 évesen. Egész fantasztikus, ez már valamikor 20 évvel ezelőtt. De nagyon, nagyon jó pofú. Tehát gondolom azóta már meghaladta 25 éves korát vastagon ez a fiatal ember, de hát talán egyszer igazolja, hogy velem megtörtént. Arra. Azt mondja, hallgatói kérdést, mi a hit valójában? Nem is tudok rá válaszolni. Elhiszek valamit, mert a hit nem csak vallásos hit lehet, ugye? Tehát nem csak hiszek egy Istenben, lehet mondani, hanem hiszek az ohmtörvényben, tehát ez is egy hit. Ami szintén egy tévedés, mert hogy az ohmtörvény az csak az egyenáramnál igaz, de már a váltáramnál nem úgy igaz, a nagy frekvenciás már meg még úgyse igaz, már nem is a drótba megy az impulzus, hanem mellette, körbe, meg ilyenek, tehát még azért ezen el kell gondolkodni, az a kijelentésekre, hogy a kör az az oválisoknak egy olyan speciális esete, ahol a két fókuszpont éppen egybeesik. Ugye? A téglalapok közül a nézet az egy olyan speciális eset, amikor az alap meg a magasság ugyanannyi. És így tovább. De ezt nekünk nem itt tanították. Tehát itt kezdődött a probléma, hogy alapvető halmazelmélet és mindenféle szemléletet a gyerekeknek így be lehetett volna vinni, de azt külön tanították meg, hogy még nehezebb legyen. De miért? Érted? Mert ez van. A kocka az egy speciális eset a téglatesteknek. Már titeket igen, de minket még nem. Tehát minket még erősen tanítottak arra, hogy a háromszög szögének az összege 180 fok, így van? Az öregek bólogatnak, a fiatalokat már nem, már kicsit javították a tananyagot, igen. De hát már nekünk is akkor is megvolt, ezt már tudtuk, de érdekes módon nem volt benne a tananyagban. Miért nem? Ugye, mert a gömb felületre rajzolt háromszög szögeinek az összege, az picit sem 180 fok. Ugye? Hanem lehet olyat csinálni, hogy három darab 90 fokos szöge van a háromszögnek. Mind a háromszöge 90 fok. Indulj el az északi sarkon, menj le az egyenlítőig, menj el 10.000 kilométert, menj vissza az északi sarkot a földgömbön, és akkor leírsz egy háromszöget a gömb felületén, csak hogy mindig 90 fokkal fordultál el. És ezeket az emberek nem is hordozzák a fejükbe, nekem még sík világról próbálnak győzködni. Egyszerűen nincs térlátása, nem gondolkodik. De amikor azt mondtam neki, hogy de hát akkor hogy képzeled a napot, hogy 3100 méter magas a legnagyobb magasság, akkor elmegyek Kecskemétre, meg elmegyek Budapestre, akkor innen a napot erre látom, onnan arra látom. Tehát nem veszed észre, hogy ez nem jó. Nem veszi észre. Azt mondta valaki, hogy úgy van, és akkor az úgy van. De hát nem úgy van. Hát egyszerűen elgondolkodom rajta, lerajzolsz egy háromszöget. Tehát nem úgy van. És nem rajzol le. Tehát nagyon érdekes. Bemagolja el, és akkor ő okosnak hiszi magát. Nem magolva kell. A világ mindig változik körülöttünk. A fizika is változik. Éppen a Teller Edétől hallottam egy ilyen kijelentést, hogy amióta én a fizikát megtanultam, az egyetemen meg minden, azóta tulajdonképpen az összes tétel megdőlt. Kivéve talán a fénysebességet, de ez sem biztos. Hát azért a Teller azért nem volt egy kezdő, és mégis ilyeneket mondott, tudod? Egyetemi előadásból. Vagy azt mondtam, mit tudom én a szupravezetésről, hogy önök itt nagy szakértője a szupravezetésnek, csak hogy fogalmunk nincs mi az, hogy szupravezetés, mert az ohmtörvényre nem igaz a szupravezetésnél, ugye? Mert ha nulla az ellenállás, akkor végtelen áram kellene hozzá, és akkor már baj vanna. Szóval nem jó. Nem jó, tehát nem tudjuk, hogy mi a rossz sebesz. Kell rajta gondolkodni, hát az a lényeg. Parancsolj! A fény akkor, hogy melyik közegben hallod? Nem értem, mert hangosabban. Melyik közegben hallod a fény 300 km/h? Hát nem hallod egészen annyival, csak olyan 298, mit tudom mennyivel, és ráadásul a különböző színű fények a levegőbe különböző sebességgel mennek. Azt mondják, hogy a vákumban nem, de ez nem igaz. Ez nem igaz, picit sem igaz. Tudnék, nincs is olyan vákum, mint amit lerajzolnak. Egyszerűen nincs olyan vákum. Nincs.
Ha egy köbkilométerben, na annyira légüres tér van a világűrben, hogy már végüres tér, légüres tere, hogy már csak egy köbkilométerben egyetlen egy hidrogénatom kóvályog, ugye az már eléggé légüres, már az nem 10 a mínusz hányadikon lesz a vákum, de azért innen az Andromédáig, ha elgondolod, van 1 millió kilométer. Ilyen 1 kilométeres kockákra hozd el az egészet, és akkor abban ittottam ott össze-vissza, sztoasztikusan megosztva csinálja a hidrogénatomokat. Hát az bizony egy légkör, ha belegondolsz. Annyi atom mellett megy el, hogy egy millió fényév, hát az a fényév az nem kilométer, fogárká. Hát az mennyi az? Az őrült sok milliárd és milliárd kilométer, na annyi milliárd hidrogénatomhoz megy, van amelyik mellett egész közel, van amelyik mellett fél kilométerre, de akkor is mindenféle távolságunkra megy el tőle, de olyan, mintha egy légkörbe menne, nézd meg. Tehát biztos lesz egy csomó olyan, hogy egészen közel megy el, akkor viszont elkanyarodik, akkor viszont nincs is vákum. Akkor ez van olyan, mintha a levegőn ment volna keresztül, van ám. Van bizony, mert hogy ez olyan sok atom, hát ki lehet számolni. Avogadró fél szám, kiszámolod. Ki lehet számolni. Nem? Hát azért akkor el lehet gondolkozni. Majd, hogy mekkora, mert a mérést mekkora csőbe végezték, hogy végezték, milyen távolságról végezték a vákumot. De még az sem igaz, mert a mérő szerkezetnek a hullámterei, a gravitációs hullámai piszkosul befolyásolják a mérést. Piszkosul befolyásolják. Nem vették észre? Komolyan nem. Csináltunk egy ilyen mérést egy optikussal, meg fötözvágta a kalapját, mert mondtam, hogy az így nem jó, mert ezért, arra tényleg. És akkor mérjük le, nézzük meg, és tényleg befolyásolta. Tehát mellé tettem a, nem bele a fénysugárba, csak a közelébe tettem valamit, már észrevette. Mert hogy a fénysugárnak ugye azok a kis fénykvantumocskák ugyan egy irányba mennek, egy százszerű lézersugárba, igen, de a hullámterejék azok nagyok. Azok fénysebességgel tágulnak gömbszerűen a hullámterei, minden fénykvantumnak. Tessék, parancsolj! Az egyik dolog az az, hogy próbáltak már létrehozni tényleg olyan vákumot, abban meg megjelenik virtuális részecskepárok, és abból az egyik vagy annihilált, tehát ott azért bajok van. Tudom én, az állandóan megjelenik, eltűnik ez a virtuális részecskepár, virtuális fotonoknak hívják őket, ezt nem... Van proteinok, meg mindenféle megfelelődik. Igen, meg. Igen, és megjelennek, és eltérítenek, és mit tudom én. Tehát olyan vákum nincs ma, olyan eszméletlen nagy vákum nem létezik. És éppen ez volt az egyik baja, amikor a Faraday effektust, hogy a polarizált fény a mágneses téren keresztül vezetve a polarizációját megváltoztatja a mágnes erősségének függvényében, de ez egy közvetett hatás, csak azt felejtették el, hogy maga a fényforrás is, amiben a polarizált fény kijön, az is belül legyen a vákumon. Mert ugye a tartálynak a fala az ugyanúgy, mint a levegő. Ahogy belép, ahogy kilép, úgy van. És akkor sikerült már, viszont sokáig a 70-es évektől, majdnem a 90-es évek közepéig tartotta magát, hogy de elektromágneses hullám a fény, mert hogy kipróbálták, csak ott az volt a kísérleti hiba, hogy a vákumcsőben kívülről jött a polarizált fény. Úgy van, a gravitációs távcsöveket is vákumcsövekkel csinálják, de ilyen 4 kilométer hosszú bazinagy vákumcsövekkel csinálják, de ott is az a probléma, hogy maga a cső fala eltéríti a fényval, a lézert eltéríti egyszerre, mint egy eltérítő. Tudod, még hullámtereket áraszt magából minden, ami létezik. Most lefektetsz a termőföldre, anyaföldre lefektetsz egy ilyen csövet, vagy ha méterre rakod, az már tök mindegy. Annak a gravitációs torzító hatása az nem lép bele a távcsőbe, de hogy nem. A gravitációs, ha a gravitációt le lehetne árnyékolni, akkor egy nagy ólomgolyónak a falsúlya, meg egy pici sörétnek a falsúlya eltérne egymástól, ugye? Mert mondjuk egy radioaktív sugárzást le lehet árnyékolni egy vastag ólomfallal, tehát beleteszed a radioaktív sugárzót egy nagy ólomgombóc közepébe, nem jön ki belőle a gamma sugárzás, elnyeli. Vagy a röntgen, vagy nem, elnyeli. Már egy ilyen vékony lemez is elnyeli, de egy ekkora gombóc meg pláne elnyeli. Ha ez elnyeli, akkor viszont a tömeghatást, ha az elektromágneses hullám lenne, ez a gravitációs hullám, akkor azt is el kellene, hogy nyelje. De nem nyeli el.
A tömeg az ugyanúgy az függ a nagyságától, az a benne lévő atomok számától, attól függ. Persze, de az atomoknak a kiáradásai, a hullámai, azok a végtelenbe áradnak kifele, és átmennek mindenen. Tehát olyan neki az egész Föld is, mint ott se lenne, úgy megy át rajta. De közben azt mondják, hogy de akkor nem lehet detektálni, mert azért nem lehet detektálni, mert csak a fény izékkel, anomáliákkal próbálják detektálni, most így működnek a gravitációs távcsövek, de mondanám, hogy sokkal egyszerűbb detektálni, sokkal egyszerűbb műszereket lehet rá kitalálni, csak egy kicsit kell gondolkodni. Majd hozok be jövő hétre egy ilyen gravitációs mérőfejet, hogyha kíváncsiak vagytok rá, megmutatom nektek, hogy hogy néz ki. Jó? És akkor így megnézhetitek, kézbe vehetem, megnézheted, és az valóban látja a gravitációs hullámokat egy század fok irányérzékenységgel. Század fokra. Tehát ott is az ötlet mozgatja, és nem az, tehát az eget észre veszelik, nem észre, ahogy az én kedves feleségem szoktam mondani, mert valóban így van. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor a jövő héten találkozunk. Erre már kérdezem.